A nevem Gábor Lázs, és itt egy kis rendetlenséget látok az asztalon, úgymond, de annyira nincs nagy rendetlenség, mivel most néhány dolgot ankertől bemutatok nektek, akik az előző pár évben elég gyorsan növekedtek, és nem csak növekedtek, hanem az amerikai legjobb USB charging brandje lett, vagyis az első helyre felközötték magukat, sok terméket árultak, persze nem csak USB kábelt, hanem főleg szerintem USB akkumulátorral tudtak sok embert meggyőzni, főleg azok az USB töltőkkel, ami bedugsz az áram és nem csak 4-5, hanem akár 6-7-8 dugóval is majd lehet tölteni különböző dolgokat, mint táblagép, smartphone, meg okosóra, meg sok minden más, csak egyetlen egy dugóval. De most nem is mutatok benne itt nektek, hanem egy USB kábellel lehetséges új technológiát még hozzá, a Quick Charge 3 technológiát, a Qualcomm igazából vezette be, de ahogy látjátok, én most másra használom majd mindjárt, mivel a notebookomat is majd fel tudom tölteni, az lesz ennek a videónak a végén a nagy fénypontja, a nagy fénypont, amit most is láthatok majd mindjárt, hogy 18%-nál van ez a LG V10, le volt merülve az előbb nullára még kb. 5 perce, és kb. Egy 3 perc múlva már több mint 25%-a lesz, biztos vagyok benne, hogyha nem hiszitek el, majd meglátjátok meg, mennyi maga gombot. Amíg ez itt be van dugva és tölti, hogy bemutassam, mert ezen a kis kocsi töltőn is, amit 2500 forintért, olyan 3000 forint alatt lehet legalább Németországban kapni, legalábbis a Qualcomm Quick Charge technológia 3.0-át már látjuk, és az az érdekes benne, hogy ez 24 watt órával, vagyis 12 volt 2 ampernél tud kiadni áram maximálisan, ami elég tényleg, hogy töltsünk egy notebookot. Ez egy kicsit kevesebbel adja ki, ez csak 18-al tudja maximálisan kiadni, ami persze egy kicsit kár, hogy látjátok, különböző volttal is, 5 volttal, meg 9 volttal is tud dolgozni mindenhol, 2 ampert vagy 3 ampert ad ki, az 5 voltnál akár 3 is lehetséges, ami persze például sokkal több, mint ezeknél a kisebb standard töltőknél, amit telefonoktól ismerünk, például ez a Samsung telefonában mostanában benne, mint az A5 vagy a Samsung Galaxy S6. És ez itt például 5 voltnál csak 2 ampert ad ki, vagyis 10 wattot, ami kevesebb, mint fel annyi, mint ez a kis töltő, amit kocsiban tudunk használni. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, vagyis már használtam, és a kocsiban tényleg működik. Ezt is tudom használni arra, hogy töltsem a notebookomat, és ugye említettem, most eltelt kb. 1,5 percen lassan, és már 20%-nál tartunk, és ez eléggé gyorsan fog tovább felfelé menni. Ami persze még fontos is, hogy jó minőségű kábelt használjunk, ahogy látjuk, itt Ankertől kaptunk itt fehér, meg szürke ilyen jobb minőségű kábelt, úgy hívva, hogy Powerline, micro USB kábel, USB-C-s kábel, sajnos nem kaptam tőlük, úgyhogy azt egy másik gyártótól fogom mindjárt használni, különben eléggé szép, vastag, jó minőségű, és tényleg gyorsabb adat, meg áram átvitelre, ezek nagyon kellemesek lesznek szerintem, úgyhogy húzzuk is ki a telefont, most már elég áramot kapott, egy és fél perc alatt, még mindig 20%-nál tartunk, úgyhogy ennyi most elég, most bemutatom nektek tényleg azt, hogy ezt itt kihúzom, és bedugok mondjuk egy USB-C-s kábelt, itt látjuk, ez a vége USB-C, de azt majd úgy is elhiszitek, hogyha bedugom a notebookba, ennyi. Ide, hogy látjátok, az USB-C nem mindig az a szép, hogy mindegy, hogy melyik irányba dugom, de bedugom, a képernyő már is be fog kapcsolni a Dell-nek, és itt látjuk, hogy 92%, na azt mondja éppen, hogy nem töltődik, not charging, mert én angolul használom a gépeimet, de amit látunk, hogy itt van kis töltőjel, ami azt jelenti, hogy kap áramot, és nem fog merülni. Nem fog töltődni sem, mivel hogy persze a rendszer, amiközben fut kicsit többet, mint 18 wattot szerintem használ, vagy nem is tudja kiszámolni, hogy mennyi wattot kap éppen, és ezért azt mondja inkább, hogy nem töltődik. De hogyha lezárjuk a notebookot, kikapcsoljuk, akkor az estén át majd fel lehet akár tölteni, így is, hogy nem a 45 watt órás töltővel töltöm fel, ami a dobozban lenne a Dell-nek, de amúgy van 60, meg 90 watt órás persze töltő is, amiket gamerek használ, meg ilyenek, de például ez tökéletesen jó lesz arra, hogy gyorsan még egy kis áramot tudjak a gépbe szuszokolni, hogyha már nagyon le akarna merülni, hogyha egy-két napra oda vagyok, akkor elég minden magammal egy ilyet, este betöltöm a notebookomat bele, és akkor egész napon át tudok majd így dolgozni, nem kell tényleg attól félnem, hogy lemerülök, és hogyha nagyon gyorsan fogom tölteni a mobilomat is, egy fél óra alatt tényleg 50%-ot simán el lehet érni itt ezzel a Quick Charge 3 technológiás Anker töltővel, aminek van itt egy kis ledje, és még egy kicsit tovább világít persze, ilyenkor, mert még van benne kis áram, amíg nem reagálja magát, és itt még egyszer meg tudom mutatni az adatokat, mielőtt már végeztem is ezzel a gyors kis Anker bemutató videóval.
Köszönöm, néztetek, nevem Gál Balázs, a Tech2-től ne felejtsetek el feliratkozni a tech2.hu-ra, további érdekes technológia videók miatt persze majd a tech2.hu-n is nézzetek be. Köszönöm, hogy ezt megnéztétek, és sziasztok!